kerületi rajzverseny műveiből nyitottak kiállítást a Karintiban. A versenyre 340 farsangi mű érkezett. A Karinti Frigyes Művelődési Házban február 26-a csütörtök óta farsangi gyermekrajzokban gyönyörködhet mindenki, aki kíváncsi a fiatal kis tehetségek munkáira. Látnivaló van bőven, hiszen a kiállításokhoz az egész kerületből érkeztek rajzok és festmények. A megnyitón pedig a kisművészek egytől egyig megjelentek és vették át a díjaikat. Itt a Karinti Frigyes Művelődési Házban a Farsangi Vigasságok című kerületi rajzpályázat kiállítás megnyitója és eredményhirdetése zajlott, amelyre kerületből 12 iskolából kaptunk alkotásokat, összesen 340 rajzot. 340 rajz bizony nem kevés, de jutalom is akad bőven. A kerületből 12 iskolából kaptunk alkotásokat, és összesen 340 rajzot kaptunk. Nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, mert nagyon sok kiváló alkotás érkezett. 8 kategóriában díjaztuk a rajzokat, külön évfolyamonként, tehát első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, és a hetedik, nyolcadik évfolyamot összevontuk. Első, második, harmadik helyezetteket díjaztunk oklevéllel és jutalommal, és a különleges egyedi technikát, vagy különleges témát, azt pedig külön díjjal jutalmaztuk. Különleges technika volt a fonál, illetve textil használata, tehát különböző anyagok használata a rajzon, és a maga a témát tekintve nagyon sok busófejet rajzoltak a gyerekek, illetve festettek. Sok olyan rajzot kaptunk, ahol jelmezbe bújtatott alakokat mutattak be, és a harmadik típus az pedig a farsangi mulatság, a vidámság bemutatása volt. Aki pedig kedvet kapott megtekinteni a kiállítást, még van ideje és megteheti. Április közepéig tekinthető meg itt a Művelődési Házban a kiállítás, úgyhogy egy picit hosszadalmasabb lesz ez a kiállításunk, de utána a környezetvédelmi témával készülünk.